Na hát, sziasztok, itt Attila, ez pedig a Gamehalom csatorna 7 Days to Die sorozatának következő része. Igazából egymás után veszem fel a kettőt, szóval nálam nagyjából 5 pillanat telt el. Nálatok meg 2 nap, azt hiszem. Reméljük nem futnak be azon a lyukon ide zombik, ahol... amit kiváltunk annak érdekében, hogy tudjátok, hogy mi bejöjjünk. Na, viszont nem skippeltem az éjszakát, hanem rögtön el is indítottam a felvételt. Szóval skippelem az éjszakát, és aztán majd folytatjuk onnan. Az jóformán nektek kivágom. Sziasztok. Ja igen, általában így telik az éjszaka, telefonozok közben. Sok mindent nem lehet csinálni. Kivéve akkor, amikor otthon vagyunk a bázisban, akkor tudok így pakolgatni, tudjátok, craftolni itemeket, illetve ha elkészítünk egy ilyen bányarendszert, akkor le tudok menni a bányába, és ott is tudok dolgozni, ameddig éjszaka van. Most is tudnék így ütögetni dolgokat, csak nem érzem magam biztonságban ebből a bázisban, mert van egy lyuk, ami bevezet, és hogyha a zombi AI-jának van annyi esze, hogy ott próbáljon jönni, akkor nem szeretnénk, hogy egy csoport zombi ránk rohanjon ilyenkor az éjszaka közepén. Ha még lenne nálunk Soti, akkor azt mondom oké, okay, de inkább ne. Valahol hangokat hallok, hogy ütögetnek valamit, de nem tudom mit. És az a helyzet, hogy sok mindent sem látok egyébként így magunk előtt ott a képernyő közepén. Mutogatni így kameránál. Arra felé látjátok ott. Nem, ott nem látok semmit, de szerintem azt ütögetik egyébként. Ezért raktam az ajtó útjába egy ilyen fadarabot. Mondjuk értem, hogy megtaláltak, mert közben egyébként kitakarítottam ezt a szobát. És létrehoztam a lebegés lámpáját. Illetve elkezdtem ide egy lyukat ütögetni, mert miért ne? Mert ezzel gyűjtök követ, illetve XP-t, ameddig itt várok. De ja, közben itt elkezdtek ütögetni valamit. Fémet ütnek, szóval szerintem tuti azt ütik. Nem mindegy, hát van még fél percünk, igazából fél percünk, hát... nem tudom, hogy játékidő szerint fél óránk, szóval inkább úgy mondom, mert nem tudom átváltva, hogy mennyi lenne. Azt hiszem egy nap az 50 perc. Szóval... 2,5, 1 óra? 2,5 perc, 1 óra? Azt hiszem. Mindegy, annyira nem számít. Na, már nem kell sok. Már nem kell sok. Már nem kell sok, és itt se vagyunk, és közben eszembe jutott valami. Amiről mindjárt majd elkezdek beszélni, hogyha kijutottunk. Mennyi lépési hang. Hallottátok ezt a sok lépést? Nagyon sok lépegetés lett. Na, emögött van-e valami? Nincs kedvem szétverni, hogy megnézzük egyébként. Szóval most hagyni fogjuk. Na, viszont ezeket. Mögéjük szoktak széfeket rejteni. Megnézzük, nincs máshol rakva, ahogy nézem. Na, menjünk ki innen. Nézzük, hogy mennyien gyűltek össze. Nem, még csak nem is len vannak. Hanem fent verik. Csak a nyakamba fognak ugrani, az a baj. Ott vannak kint. Lol. Ja, egy páran voltak. De ahogy nézem, még csak be se jutottak magába az épületbe se. Jaj, ti buták. Nem baj. Tényleg, nem is tudom, mitől féltem egyébként. Tökre el is felejtettem, hogy fent van egy ajtó, amit becsuktam. Na szóval, ezt a részt átnézzük, aztán utána... hazamegyünk, szerintem. Jó, itt is van. Gyere, kapsz egy golyót a fejedbe. Valonnan, onnan jönnek. Szóval bele fognak lépni az akába. Ha van akne egyre. Ha van akne egyáltalán még. Ezek jó pofák, ezek az aknák, úgy tűnik. Lehet, hogy nekünk is kéne csinálni párat otthonra. Csak... az a legnagyobb gondom az aknákkal, hogy majdnem biztos, hogy én fogok belelépni. Tehát nem a zombik fognak belelépni, én fogok belelépni. Közben egyébként szereztük ugye a térképet, a kincses térképet, és arra van a kincs. Viszont nem szeretnék most elmenni érte, mert nincs nálam hely. Még valami ezen kívül? Ja, ott van még. Két
először is mellé lőni. Valamikor olyan jól lövök, de valamikor meg... Valamikor meg úgy lövök, mintha most kezdtem volna megtanulni lőni. Ez micsoda. Kaja. Elrejtettek egy kis ellátmányt, de ez tök jó, mert egyébként így kaptunk ilyen vizet, ami... Vizet, vörös teát, ami tök jó, mert kezdünk belőle kifogyni. És legalább nem kell csinálnunk olyan hamar. Egy kis vitaminok. Na, én amondó vagyok, hogy átnéztük. Átnéztük ezt az egészet? Az ott még valami? Nem, az csak egy fal. Szerintem átnéztük ezt az egészet. Ez az az épület, ahol már jártunk. Ja, úgy tűnik, hogy átnéztük. Viszont nem erre megyünk ki, mert arra még mindig vannak aknák. Csak nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy hol jöttünk be. Nos, azt nem néztük át. De nincs is benne semmi, szóval nem olyan nagy gond. Erre jöttünk be, nem? Erre itt. És pontosan így ebbe az irányban nincs több akna. Jó, nagyon úgy néz ki, hogy igen. Jól van. Na, szóval a következő fog történni. Most én hazarohanok. És aztán majd onnan jelentkezem. Azt kell mondjam egyébként, kifejezetten sok idő el fog tenni, mire innen hazaérek. Nagyon messze vagyunk. Illetve megállok ilyen virágokat felszedni. Virágokat. Ez a növény kell egyébként ahhoz, hogy elkészíthessünk ilyen vörös teát. És mivel ugye már tudom, hogy kezdünk kifogyni valamilyen szinten belőle, ezért összegyűjtögetem útközben. Annyi mindent kéne csinálni még egyébként. Most jövök rá, hogy meg kéne csinálni a kertet is, hogy előtethessünk növényeket. És lehessen végre készítenünk kaját, mert azért vagyunk gázban, kajában, mert még mindig nem kezdtünk el foglalkozni így a farmok megcsinálásával. Az helyzet, nem is tudom, mi kell hozzá pontosan most így hirtelen. Aj, merre lehet? Itt van, farm plot, ez kell hozzá. Rotten flesh, nitrate powder, clay oil, clay soil. Ebből azt hiszem egyébként egész jók vagyunk, tehát a nitrate powder a legkevésbé könnyen felelhető. És abból is van a legkevesebb szerintem nekünk. Nem tudom, hogy rotten flashből mennyi gyűjtöttünk össze összességében. Tekintve, hogy csontból elég sok van. Így feltételezem, hogy azért egy 10 darabot össze tudnánk rakni, az meg már egész jó egyébként. Itt van például, nézzétek, tehát ez itt a nitrate powdernek az ilyen kilelhető órja, vagy nem is tudom, hogyan nevezzem. És ezeket, hogyha felleljük, akkor ebből tudunk eleget gyűjteni ahhoz, hogy tudjunk készíteni majd sok olyan plottot. De ezzel most nem akarok feltétlenül sokat foglalkozni, ezt most kiütögetjük. Alatta lenne még egyébként. Lehet nem is ütjük ki teljesen, sőt nem is ütjük ki teljesen. Mert így legalább látom majd legközelebb, hogyha erre járunk, hogy itt van. De alatta még van elméletileg a földben igen csak sok. Ugyanígy a vas, meg az ilyeneknél is. Meg se lendítetted a kezedet, kedvesem. És már is olyan pofont lecsaptál nekem, hogy azt hittem elvérzek. Jó, annyira mondjuk sok életet nem vesztettem. De hazaértünk, és igazából megnézegettem, viszonylag elég sok nitrate powderünk van. És itt gyors számolás alapján szerintem ebből kijön 3, 4, 5, 7 darab olyan plot. Ha minden igaz, ja, 25-be kerül, 7 darab jön ki belőle. Most elnyomtam. És az a helyzet viszont Rotten Flashből csak 8 darab jön neki. Ja, még így is a nitrate powderrel vagyunk egyébként limitálva. Mindegy, 8 darab az, vagy 7 darab az egész jó egyébként, de viszont nem ezzel akarok most foglalkozni. Hanem, amint elkészülnek itt a kaják meg minden, szeretnék elmenni majd valahova. És aztán majd utána megértitek, hogy miért mentünk oda. Valamit hallottam idekint meghalni. Valami beleütközött az egyik csapdába. Totálisan nincs csapda, annyian haltak meg ott. De nem tudom, mi volt ez. Látni nem láttam, csak hallottam a hangját. Nem fogjuk megtalálni. Vagy eltűnt a hullája már, vagy nem halt bele és aztán arrébb ment. Na jó, van mindegy. Szóval az a helyzet, srácok, egyébként, hogy lassan itt a karácsony, és a GameHalom csatornán arra gondoltam, hogy úgy fogom ezt éreztetni, hogy ha már idehaza nálunk nincsen hó, akkor minden egyes játék, ami a csatornán lesz,
az abban lesz hó, és olyan helyre megyek, ahol havas. Ezek meg a fagyos zombik. Kifejezetten erősek egyébként. Jól bírják. Ha belegondoltak, van olyan zombi, aminek egy ütést kell a fejébe ütnöm, és aztán ennyi volt neki. Ennek hármat kellett. A héten szerintem egyébként lesz két darab Seven Days to Die rész is, és mindkettőben ezen a helyen fogjuk tölteni az időt. Csak azért, hogy havas aztán. Jó pofa, nem tudom. Jó ötletnek tűnt igazából. Egészen addig, ameddig nem írta ki a játék, hogy megfagyok. De ahogy nézem, eltűnt. Lehet, hogy pont az a kettő, az pont határeset fölé hozta egyébként az állapotunkat. Viszont ez a havas köd, ez szerint... Ú, az egy medve. Nem akarok a medvével küzdeni. Ez a havas köd, ez szerintem egyébként új effekt ezen a részen, mert régebben, amikor játszottam, nem rémlik, hogy lett volna. Ott egy ház. Oda elmegyünk akkor. Igen, a medvével nem akarok harcolni. Ó, véres táska. Nagyon biztató. Egy zseblámpával. Valaki az éjszaka folyamán kijutott ide. Ó, és elkezdett esni az eső. Yes! Nagyon jó. Nem csak, hogy hideg van, de még esik az eső, és vizesek is leszünk. Egyébként a többi helyen is tud esni a hó. Azt tudom. Hű, hát itt valami nem... Ja nem, ez kerítés. Azt hittem, ez a föld akar lenni így egy picit följebb. Na mindegy, erre be. Ez micsoda? Ez egy kert. Méghozzá egy egész szép kert. Actually. Ó, ez ilyen faház akart lenni. Ez meg... Ez... Nem hiszem, hogy... Hogy valami pozitívum akar lenni itt nekünk. Ó. Oh. Lehet megtaláltam a szegény szemeit, aki... Aki ott volt fent. Csak leesett. Na, bemegyünk ide a pincébe. Megnézzük, mi van a pincében. Egy troll van lent a pincébe, abban biztos vagyok, de hogy itt is egy troll van-e. Jól beindultak a hangok. Kezdjük inkább a felső résszel. Mert ott vannak egyébként. Ah, ez ajtó zárva van, nem baj, majd itt oldalt verjük be, mert tovább tartana az ajtót szétverni. Szerencsére a zombik általában egyébként az ajtót támadják, hogyha... Hogyha így van az egész. Ó, tök... Ezeket a könyveket se lát... Ezeket a könyveket se láttam még ebben a formában. Egyébként amióta felveszem videóra azt, ahogy játszom, azóta így elengedtem azt a nagyszerű szokásomat. Ez mi volt ez a hely, onnan kijött? Hogy előbb kitakarítom a házat, és utána fogom elkezdeni kilootolni. De nem látni semmit egyébként, nagyon sötét ez a ház. Ez egy biciklinek a része volt. Na menjünk elő. Re. Ha itt nem bírunk átmenni. Hoppa. Jaj. Hát ha én ezt tudom, akkor nem ütöm szét azt a részt. Jaj, azt hittem átférünk ezen. Ó, átférünk. Csak üveg volt ott. Jéj! Kezdjük a kiírtást. Au! Hoppá! Hol vagytok még? Aha, ezek szakadozni fognak itt. Fent. Gyertek, játsszuk le! Hol? Fuck! A rákért nem látok amúgy semmit.
Játék! Miért ennyire sötét minden? Hol a brightness? Ha bejövünk az épületbe, az minden sötétebb lesz, mint bármi a világon. Erre nem is tudunk átmenni. Hol vagytok? Te fene vigyen el titeket, olyan hangosak vagytok, hogy csak szeretnélek elhallgattatni titeket. Hú, de bíztató az ott. Itt vannak lent. Hopp, elfogyott a stamina. Igen, itt voltak lent. Én megmertem volna esküdni egyébként, hogy fönn vannak, nem pedig lent. Ez ennél rémisztőbb dolgot. Zombik nem rémisztők. Ennyire. Mi a fene? I mean, what the fuck? Ez nekem nem úgy néz ki, mint hogy ezt a zombik csinálták volna. Itt valami nagyon shady dolog ment. Amikor még... Megint volt egy fagyás. Miért fagyogat most a játék? Erre van valami ott. Valahol vagytok még? Nem akartok kinyitni az itt az ajtót? De hangosak egyébként. Nálatok biztos, hogy halkabb lesz, mert lejjebb veszem a hangját a játéknak, de nálam nagyon hangosak a... Aj, az ajtó. Meg fog ütni. Oh. Az micsoda? Klotszel. Oh. Na hol vagytok meg? Itt is egy felakasztás. Mi a fene volt itt ebben a házban? Itt valami nagyon-nagyon shady ebben a házban. Valami nagyon nem tetszik. Hol van az utolsó? Maradj már csöndbe. Hol? Csönd! Csönd! Meghaltál? Nem. Most már igen. Aj! 69 lőszer maradt még a táskámban. Jobb oldalt alul, ha megnézitek. Ha? Most már nincs annyi. Ugorjál a föl. Fene. Itt ebben a házban mi a rák történt? Kint ott egy akasztásos rész. Erre nincs is semmi, azt hittem ott lesz valami. Egy akasztásos rész. Itt ez a méniken. Ott az a izé. Két darab kalapács, az nem rossz. Embereket daráltak föl, vagy mi a fene? Fúj. Szóval... Ez a rész itt... Viszont tudjátok mi a jó? Ebből kapunk Rotten Flash-t. Szóval ezeket mind szétverjük. Nincs esetleg... Vadász puskád, barátom. Valahol itt ebben a házban. Túl vagyunk töltve. Hűha, hát van egy pár cuccunk, az biztos. Ez egy obcipő, fel is vesszük. Ezek nem fognak kelleni. Ezeket mind csak úgy kitanuljuk, nem is érdekel, hogy miket adnak. Ez egy póló, de eléggé koszos. Ez egy jó kis ütő, de annyira nem érdekel. Ja, ez nem egy része volt a biciklinek, ez egy megtanulandó része. Megtanulod, hogy elkészítsd. Na, és hát... Most már csak annyi maradt ebben a házban, hogy szana széjjel lootoljuk. Majdnem mondtam. Ez mindegyiket hoztát. Ez nem jobb, ez sem jobb. Ez ugyanolyan, mint amink van. De milyen állapotban van, ami nálunk van? Hát jobb állapotban, szóval ezt le is bontjuk. Jó, ez mi? Search box. Ja, így alá van rakva. Elég nehezen látszik, mert olyan sötét a játék itt lent.
Ez a ház vajon miket rejthet? Ha most ez egy adventure játék lenne, mint ilyen tipikus, tudjátok, amikor így... Miért van hárommal kevesebb helyem? Ja, mert ebben volt modifájolva be az cucc. Aha. Na mindegy, a cipő miatt most kaptunk újra plusz egyet. Szóval nem hiszem, hogy olyan nagy baj neki, hogyha most azt visszaveszem. Pláne ameddig ide vagy... The fuck? Akkor nem veszük fel, hiába többet egyelkolna. Ez a szoba. Ez így mi? Valahogy jó lenne kivilágítani. Na majd mindjárt foglalkozom ezzel. Szerintem az éjszakát már amúgy is ebbe az épületbe fogjuk tölteni, mert nagyon sok mindent lehet lootolni itt. Viszont mit nem mondjak, elég para a hely. Bold beer. Ja nem, cold beer. Ja. Én azt hittem bold beer. Ez a gyertya. Ez nem világít semmit. Viszont legalább megkaptam. És fogadjunk, ha én helyezem le, akkor világítani fog. És tudjátok, hogy fogom lehelyezni? Úgy fogom lehelyezni, hogy a legértelmesebb legyen. Így. Így fogom lehelyezni. Így. Így. Igen, ez így jobb lesz. Ez lesz a thumbnail-ja a videónak. Nagyon király. Na hát, most akkor lootolgassunk körbe-körbe össze-vissza. Meg kell mondanom egyébként, azáltal, hogy láttam, mi van lent a pincében, ez a ház így kifejezetten para. Meg a hangok, így a szél. Most, hogy elhalkultak a zombik, actually még jobban félek, mint eddig féltem. Eddig egyáltalán nem féltem. De most, hogy nincs, nem hallom a zombikat. Most olyan csönd van hirtelen. Dent átnéztük. Akkor már csak felfele. Nem is baj, mert amúgy is föntre akarom. Gyerekek, tudjátok, mi van ennek a háznak? Nagy esélye, ennek van még izéje. Tetőtere. Ami azt jelenti, hogy még ott is lesz valami nagy esélye. Remélem még lesz valami. Ez az egész ház nagyon creepy. Nagyon para. By the way, aki esetleg nem tudná, az angolban a creepy az azt jelenti, hogy ijesztő. És elég sokszor fogom használni, mert elég sok... Hát elég sok, nem elég sok, de hogy régebben... szétneverjed, mert akkor nem kapjuk meg. Azt hiszem legalábbis. Régebben elég sok külföldi horror tartalmat fogyasztottam. Így videók terén. Ahhoz jöhet. És emiatt igen könnyen rám ragadtak ugye ezek az ilyen angol szavak, amiket ilyen helyzetekben mondanak. Ezt hogy szétverték ezt a részt? Tehát komplet lyukat vájtak ide a... ebbe a szobába. Ott egy táska. Amúgy azon kívül a táskán, meg a szekrényen kívül semmit nem látok itt. Vagy miért, azt nem tudom. Azt nem kell, mert van sisakunk. Na, fentre hogy jutunk fel? Nem láttam létrát. Jaj, ne, miért jövök mindig vissza ebbe a szobába? Add ide azt a gyertyát. Úgy, na végre így most már látunk itt. Add ide azt a gyertyát, úgy. Lerakjuk ide. Mondom, ide lerakjuk. Miért rakhatom le? Ez ilyen fél... Ó, oh, de megijedtem amiatt, mert azt mondja, hogy... Úgy rakta le azt a gyertyát. Istenem. Ennél már csak a... az amnéziában volt rossz a tasszia. Igen, ez ilyen fél blokk akar lenni az ott. Azért nem tudod lerakni rá, vagy nem tudom lerakni rá.
Na mindegy, erre megyünk fel akkor. Szerintem valahol kéne egy feljáró legyen a tetőtérre. Nem, nincs tetőtér. Nincs tetőtér. Ez egy baromi nagy ház. Csak van tetőtere. Lehetséges, hogy nincsen. Márpedig nagyon úgy néz ki, hogy nincs. Mert egyelőre ez itt a bar. Ja, ennyi, az ott már a ház belseje. Hű, ez a ház, de undorító egyébként. Emlékeztek, amikor bejöttünk és arról beszéltem, hogy milyen szép kis kertje van? Hát belülről nem néz ki olyan jól. Mármint nem úgy, hogy így ténylegesen csúnya lenne, hanem szimplán az, amit találtunk. Ha tetszett a videó, lájkolt, ha nem tetszett, diszlájkolt, iratkozz fel a csatornára, érdekel további tartalom tőlem. És ja, hétfőtől vasárnapig a Game Halom csatornán halomra készítjük a videókat. Sziasztok!